Szerbusztok! Júlia jelentkezik Nagyszebenből. A Járom az új váramat című kötetből fogok ma felolvasni nektek egy szerb mesét. A Bolond lyukból, Bolond szél fúj sorozatból. A mesém címe A Bolond Farkas. Egyszer egy farkas nagyon megéhezett, és elindult vadászni. Elérkezett egy rétre. Talált ott egy lovat, éppen legelt. A farkas odament hozzá, és azt mondta neki. Ej, lovacskám, nagyon éhes vagyok már, de szerencsére itt találtalak téged. Most rögtön megeszlek. Jól van, ha megeszel, mondta a ló. De az apád nem így szokta csinálni. Ha lovat akart enni, először a farába harapott, azután ette meg. Régi szokása ez a farkasoknak, neked is így kellene tenned. A farkas hallgatott a lóra, gondolta, hát ha valóban így kell, ezért a ló háta mögé került, és megvillantotta a fogait, hogy jól beleharapjon a lóba. A lónak sem kellett több, fölemelte a lábát, és úgy rúgta állon, hogy a fenevad keresztül bukott a fején, aztán elterült. A ló meg mindeközben elügetett. A farkas sokáig fetrengett még, és mikor végre magához tért, újra elindult szerencsét próbálni. El is jutott egy folyóhoz, és annak a partján két legelésző kosra talált. Oda ment hozzájuk, és azt mondta. A ló becsapott, most aztán titeket eszlek meg. Tudjuk, hogy megeszel bennünket, felelték a kosok. Ketten vagyunk, ezért úgy kell csinálnod, ahogy azt az apád is szokta. Ha egyszerre két kost akart megenni, legugolt a vízparton, és felszólította a kosokat, hogy versenyezzenek. Amelyik aztán először ért oda hozzá, azt ette meg. A farkas, amilyen bolond volt, leült a folyó partjára. A kosok meg mind a ketten neki szaladtak. A farkas hátra bukott, és plac! Egyenesen a folyóba bukfencezett. Csupa víz lett a bundája, majd megfulladt, míg végre kikeveredett a partra. Megszárítkozott a napon, de hiába nézelődött. Nem volt se kos, se ló. Nagy nehezen eljutott egy szántóföldre, ahol egy kirhes szamára talált, amint éppen gabonát legelt. A farkas rákiáltott. Hely, te szamár! Miért károsítod meg az embereket, hogy megeszed a gabonájukat? A többiek becsaptak, túljártak az eszemen, de most téged eszlek meg. Hely, farkaskoma, de jó, hogy megtaláltalak, mondta a szamár. Két nap óta járok utánad. Tudod, a gazdám éppen lakodalomra készült, de nincs vőfély. Azért küldött, hogy keresselek meg, és hívjalak el, hogy te lennél a vőfély. Sies, koma, ülj fel a hátamra, elviszlek a faluba. A gazdám sült malaccal, sült bárányon, meg mindenféle más étellel vár. A lakodalmon pedig annyi lesz az enni és innivaló, amennyit csak akarsz. A farkas régóta szeretett volna vőfély lenni, ezért felült a szamárra, az pedig elindult vele, és vitte-vitte a falu felé. Mikor a parasztok meglátták a farkast a szamár hátán, fölkiáltottak. Farkas! Farkas! Menten felkerekedtek, ki bottal, ki karóval,
ki vízhordó rúddal sietett elé. A szamár meg azt mondta. Látod-e, farkaskoma, mennyire szeretnek a parasztok? Az egész falu összecsődült a fogadásodra. De miért jönnek bottal? Kérdezte a farkas. Mert az a szokásuk, hogy a vőfét bottal fogadják, válaszolta a szamár. Ekkor a parasztok minden oldalról a farkasra rontottak, és elkezdték ütni. A farkas végül nagy nehezen, de egérutat nyert, de így is félhortra verték. Elszaladt egy tisztásra, leült, és miközben a sebeit nyalogatta, ezt mondta. Minek kellett nekem a lótompora? Minek kellett a kosok tanácsát meghallgatni? Minek kellett a szamárral vőfének menni? Jaj, jaj! Megvertek? Eldöngettek? A bőrömet is majdnem lenyúzták? De bolond voltam. Megérdemelném, hogy még ennél is jobban elnáspángoljanak. Ahogy ezt kimondta, ott termett egy fiú, kezében egy kétágú villával. Éppen szénát gyűjtött. Óvatosan felemelte a szerszámot, és jól az ordas farkas nyaka közé sózott vele. A farkas megijedt, és nagy nyögések közepette futásnak eredt. Jaj, 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 jaj. Egy helyen ütött meg, de két helyen fáj. Már mérgében sem mondhat semmit az ember, mert sajna az is teljesül. Kinna bárány, benne a farkas, és bolondnak. Itt a vége, fuss el véle! Szervusztok!